A kiesés ellen küzdő Szerencs Városi Sportlegyesület Asztali Tenisz A csapata február 17-én Gödön nagy lehetőséget szalasztott el azzal, hogy a mérkőzés befejezés előtt 9-7-es vezetésnél a hátralévő mindkét egyéni mérkőzésüket elveszítették. Így a nagyon fontos két pont helyett meg kellett elégedniük egy ponttal, vagyis a döntetlennel, amely várhatóan az osztályban való bemaradáshoz már nem lesz elegendő. Az izgalmakkal teli találkozó végül 9-9-es döntetlennel zárult. Stadler Tamás, köllő András háromszor, Korály Tibor és filác Attila egyszer volt eredményes. Párosban a Stadler köllő kettős diadalmaskodott. A megye egy osztályban szereplő Szerencsvárosi Sportegyesület asztali tenisz csapata az őszi fordulóban elért fölényes hazai győzelem után a mérkőzés esélyeseként az ötödik fordulóban Sajó keresztúra látogatott február 13-án. A 9-9-es idegenbeli döntetlen az őszi fordulót figyelembe véve csalódást okozott még a tartalékosan felálló játékosainknak is. A végeredményt nagyban befolyásoló két páros mérkőzésüket elveszítve megvolt az esély arra is, hogy verességgel térnek haza. Az utolsó a 16. mérkőzés előtt a hazai csapat 9-8-ra vezetett, de ezen egyénit megnyerve pontot mentettük, így a tavaszi fordulóban továbbra is veretlenek maradtak. Sajó Keresztúri Ese Szerencs Városi Sportegyesület mérkőzése 9-9-es döntetlennel zárult. Korály Csaba, Tatár Béla háromszor, ifjabb Csorba István kétszer és Csorba István egyszer volt eredményes.